tanítványnak lenni. A tanítvány és a tanítványság szavak, amellett, hogy elcsépeltek, ma már a beszélő szándéka szerint bármit jelenthetnek. Arra emlékeztetnek, ahogy Humpty Dumpty használta a dicsőség szót az Alice csodaországban 6. fejezetében. Amikor Alice megkérdezte tőle, mit ért rajta, így felelt: amikor egy szót használok, épp azt jelenti, amit érteni akarok rajta. Se többet, se kevesebbet. De ha meg akarjuk érteni Jézusnak a tanítványságról szóló tanítását, azt kell értenünk ezen a szón, amit ő értett rajta, nem pedig len azt, amit mi gondolunk érteni rajta. Jézus tanításában és apostolainak írásaiban meg kell vizsgálnunk a tanítványság leírását, hogy megtudjuk, miféle fogalmat tárt elénk Jézus. Ilyen módon kiderül, hogy a tanítvány tanulót jelent. A tanítványság az a folyamat, amelyel a mester vagy tanító a tanítását és a gyakorlatát illetően kiképezi a tanulót. Abból is látható ez, ahogy az Úr Jézus kijelölt 12 tanítványt, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét a Márk evangélium 3.14 leírása szerint. Ezek az emberek együtt éltek a megváltóval, hallották a tanítását, látták, ahogyan élt, majd elmentek, hogy terjesszék üzenetét. Gyakorlati képzést kaptak. Pál Timóteusnak adott útmutatásában is viszont látjuk a tanítványságot. A 2 Timóteus 2.2 ezt írja: és amit tőlem hallottál, sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására alkalmasak lesznek. Könnyű észrevenni, hogy ez az igevers a hívők 4 nemzedékét foglalja magában. Először Pál, utána jött Timóteus, utána megbízható emberek, és utána más emberek. A keresztény hit terjedése azon alapul, hogy minden hívő aktívan részt vesz a megsokszorozódás e folyamatában. Bizonyára a képzésnek ez a módja a legjobb. Ha lett volna jobb képzési forma, az Úr Jézus azt alkalmazta volna. A tanítványságnak az a cél, hogy a tanuló olyanná váljon, mint a tanítója. A Máté 10.25 ezt írja: elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, hogy mint az ura. A tanító nem vezetheti saját szintjén túl a tanítványát. A Lukács 6.40 ezt írja: a tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Nem taníthatod azt, amit te nem tudsz. Nem vezethetsz oda, ahová te nem mész. Minden őszinte hívő az Úr Jézus Krisztus tanítványa. A 12-től kívül sokan követték még Jézust, akiket elismer tanítványainak. Ők a tanítványság különböző fokozataiban voltak. Hitük, engedelmességük határozta meg ezt. A Máté 9.29 ezt írja: legyen a ti hitetek szerint. És a János 8.31: ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Az ige időnként nem hívőket is tanítványnak nevez. A János 2.23-24-ben olyanokról olvasunk, akik hittek Jézus nevében, de ő nem hitt bennük, mert tudta, hogy nem születtek újjá. A János 6.66-ban is azt látjuk: tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Azzal, hogy elhagyták Isten fiát, megmutatták, hogy nem tartoznak hozzá. Tanítványságuk csupán felszínes dolog volt a János 8.31-33 szerint. Az Úr Jézus az igazi tanítvány. Az Izsaiás 50.4-5-ben ezt mondja: az én Uram, az Úr, megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr, megnyitotta fülemet. Minden reggel atya elé járult, hogy útmutatást kapjon aznapra. A keresztény tanítványtan anyaga a Biblia lapjain található. Aki érett tanítvány akar lenni, annak ismernie kell a Bibliáját, és engedelmeskednie kell neki. Az Új Szövetség egyik kiemelte hangsúlyos témája a keresztény jellem fejlődése. A Máté 5.1.12 az Isten országa polgárainak jellemét írja le. A János 15.1.17 ezt nevezi maradandó életnek. A Galata 5.22.23-ban ez a szellem gyümölcse. Az Efezus 6.10.20 az Isten teljes fegyverzeteként említi. A 2 Péter 1.5.11 a jó jellem néhány alapvető elemével foglalkozik. Úgy tűnik, a jellem fontosabb, mint a szolgálat. A tanítványság nem csak abból áll, hogy elolvassuk egy efféle könyv fejezeteit.
Gyakorlati képzést jelent, hogy időt töltünk a tanítóval. Részt veszünk vele a keresztény szolgálat különféle formáiban. Férfiak esetében azt jelentheti, hogy aktívan bekapcsolódunk olyan szolgálatokba, mint igehirdetés, tanítás, személyes evangelizáció, szabadtéri evangelizáció, lelki gondozás, látogatás. Nők esetében jelentett tanítást, mint a Titus 2:3-5-ben, lelki gondozást és látogatást. Amint a tanítvány részt vesz ezekben a feladatokban, hamarosan felismeri adottságait, és a mentorától függetlenül szolgálhat. Ezután jó, ha talál egy vagy több fiatal hívőt, akiket tanítványá képezhet. A tanító legyen a tanítvány barátja akkor is, ha az esetleg lassan halad. A mentor ne legyen túl szigorú, követelőző. Szálljon időt a tanuló meghallgatására. Jó, ha társas összejöveteleken vagy sporteseményeken is találkozni tud pártfogortyával, és kész váratlan időpontokban is találkozni vele, hogy válságos helyzetében segíthesse. Ahelyett, hogy a tanító minden emberrel ugyanazt a sablonos programot követné, a Szent Szellemtől kell egyéni vezetést várnia. A Szellem szuverén nem mindig ugyanúgy cselekszik. A következő oldalakon sok olyan témát találunk, amelyeket fontos átadnunk egy fiatal hívőnek, akit mentorként szolgálunk. A sort sok más témával bővíthetjük, de ezek legalább az elinduláshoz elegendőek.